Szia, szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Itthon vagyok, ahogy látjátok. Délután van most már mi nálunk, kitakarítottam a garást, csináltam egy pár dolgot, amit mindjárt megmutatok, hogy mit. Például megmutatom nektek a kék hajót. A csónakot, nem a hajót, a csónakot. Ugye a tegnapi videóban mutattam nektek az új csónakomat, és mondtam, hogy a motor nem nagyon működik, mert néha megáll, nem áll, de úgy csinál, mint meg akarna állni, ugye lehet, hogy ki kell egy kicsit takarítani. Végül is a karburátorral volt gond, ugyanis mikor ment a motor, néha túlszívta magát, és elkezdett folyni a benzin, itt ott mindenhol, tehát túlszívta magát. Nézd egy új karburátort, elég drága volt, képzeld el, majdnem annyi volt, mint venni használtan egy ilyen motort, ugye ezt a csónakra, ezt a motort. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy inkább eladom azt a motort, és majd lehet, hogy nézek inkább egy másikat. Hogy most már meg is tettem, eladtam a motort, amit mutatom nektek a csónakot. Látjátok, ott a kék, ott a másik csónak, nincs rajta motor, mert eladtam. Épp az előbb jöttek és felvették. Úgyhogy most, amit akarok csinálni, húzni a cipőmet, de ott van. Elmegyek megmutatom nektek a kék csónakot, hogy hogy néz ki, és kértétek sokan, mutassam meg, mert elkészült, ugye csak még nincs rajta motor. Megmutatom, hogy hogy néz ki, aztán hozok egy ilyen centi szalagot, nem. Mérőszalagot, na nem centi szalagot, centiméteres, de mérőszalag. És megmérjük a csónaknak, nem a kéknek, hanem a másiknak, az újnak, a hátulját, ugye, hogy milyenféle fajta motort kell venni. Aki nem tudná, van a rövid lábú, meg a hosszú lábú. Azt hiszem, hogy így hívják Magyarországon a short. Na minden. Meg a hosszú. Úgyhogy ezt le akarom mérni. Húzom, várjál a cipőmet. A Lukasz, képzeld el, nincs itt, hogy ez a Lukasznak a vlogja lenne ma, de mivel beteg a feleségem, belázasodott, képzeld el. Az én orrom még mindig el van telve, meg a fejem is sokszor. A Davis szerencsére jobban van. Ezért a Lukasz a szüleimnél van, ott aludt az este, nem akarjuk, hogy visszakapja a Lukasz, tehát ezért nem a Lukasz vlogol ma, hanem én. Amúgy nem sokára el fogunk menni, én és a Davis, meg még mielőtt elmegyünk a szüleimhez, elmegyünk a boltba, veszünk egy kis gyógyszert a feleségemnek köhögése ellen, ugyanis rettentően köhög, de egész éjszaka úgy köhögött, hogy húzom a cipőmet, ami itt van kint, és megmutatom nektek a garást, és kétszerűen kitakarítottam a garást is. De legelőször megmutatom ezt a kék csónakot csak. Apá, felhúzom a cipőt. Tehát, ahogy látjátok, elkészült a kék csónak. Mutatom ezt az alját. Nem tudom, hogy emlékeztek rá, vagy nem, hogy milyen volt, de mikor csiszoltuk apukámmal, mutatok majd egy pár fényképet, hogy hogy nézett ki. Ugyanis rettentő sok időt töltöttünk apukámmal erre a csónakra, ugye lefestettük az alját, a külsejét, a belsejét, kicseréltünk majd mindent, és ilyen lett. Tehát a végére ugye nincs meg a motor. Kábelek mind megvannak. Várjál, látod? Ezt is kicseréltem. Ezt a... mindenki, nem műanyagnak hívják, ilyen gumis valaminek. Mindent kicseréltem rajta szinte, majdnem mindent, hogy ilyen jobban nézzen ki. Mutatom nektek a belsét, ugye benne az a két ülés. Várjál, próbálom megfordítani. Ezt raktam bele, ez a kék-fehér, így forog körbe-körbe, le lehet hajtani. Ahogy látjátok, kicseréltük a szőnyeget. Látod, ez is tiszta új, ez is tiszta új, aztán mit cseréltünk ki? Ezt, ahogy látod az elején, ezt, hogy műszer, nem műszer van, nincs rajta műszer, de ezt raktuk bele, kormányozón ott a régi, sebb váltó a régi. Aztán a hátsó ülés, ugye, itt a támla, ez is tiszta új, ez is tiszta új. Ezt cseréltük ki, már alig látok a kamerán. Na, talán innen kicsit jobban lehet látni. Legalábbis én jobban látom most itt az LCD-n. Tehát, ahogy mondtam, idáig ilyen színű, idáig meg ilyen fehér. Ez nem fekete, hanem ilyen szürkés színű. A teteje meg ugye ilyen kék lett. Úgyhogy, most nincs letakarva. Ugyanis belement, képzeld, az esővíz, mert felfújta a takarót az éjszaka a szél, és belement az eső. Úgyhogy kicsit szárítottam ott, egy nagyon pici, nem sok víz, de valamennyi picit belement, hogy azt ki akarom most szárítani. A másik ott van, úgyhogy mindjárt hozzuk a centit, azt lemérjük. Szerintem jól sikerült, de gondoljátok, ide a videóval aláírjátok meg, hogy nektek hogy tetszik. Nem lett 100%-os, mert biztos, hogy van benne hiba, de ahhoz képest, hogy hányos, 80, 85-ös, ugye a csónak? 85-ös vagy 82-es, ahhoz képest szerintem én jó munkát végeztünk. Nem azért, hogy dicsérjem magamat, de szerintem nem lett olyan rossz. Hát a kamerán nem tudom, hogy hogy néz ki, de élőben lehet, hogy jobban néz ki. Na mindegy, menjünk a garázsba, hozunk centit. És nyílik a garázs, megyünk alatta. Oda néz! Na mutatom egy kicsit távolabbról, hogy milyen szép, tiszta. Már lehet, hogy nem nagyon emlékeztek rá, de itt volt a narancsárga csónak, ugye? A csónak elment, és kitakarítottam. Tudom, hogy van sok
szemét még ott a háttérben, nem szemét, mert van ott a fűnyíró, bicikli, benzines kanna, mindenféle fajta dolog, de is azok nem szemetek. Egy kicsit lehet, hogy rendet kellene majd tenni, de volt egy kis időm dél körül. És azért kisöpörtem el, vittem a szemetet, kiraktam mindent, ezt meg majd egy kicsit el kell ugye rendezni. Miért jöttünk ide? Mérőszalagért. Na látod, ups, megvan a mérőszalag, ezt a töltsért. Ugyanis a benzint nem adtam oda, eladtam ugye azt a motort, jött ilyen tankkal, ez másik motoré, de tele volt benzinnel, és a benzint azt ebbe öntöttem bele, és azért kellett a töltsér hozzá, ott a töltsér. Ami most vitték el kb. Egy fél órával ezelőtt. Sok baj ugye nem volt annak a motornak, de én annyira nem értek hozzájuk, tehát egy kicsit szétszedtem, meg megnéztem, meg apukámmal, meg minden. De jött a benzin itt-ott mindenhol, lehet, hogy csak ugye újra kellett volna tömítést beletenni, ugye így hívják tömítést, nem tudom. Ugyanis több helyen jött a benzin, nem csak a tömítésnél, több helyen. Tehát fogalmam nincs, hogy mennyibe kerül, néztem egy új karburátort, ami komolyan mondom annyiba került, mint az egész motorra mennyire eladtam. És ez használt volt, nem is új, használt karburátor volt. Nem tudom, hogy miért, én azt hittem, hogy ilyen olcsóbbak a karburátorok, de nem. Na minden, menjünk megmérjük ezt a valamit, a hátulját ugye. És amíg gondolkodtam, holnap behozom ide a csónakot. Nem tudom, hogy vegyünk-e rá egy motort, ugye, és megcsináljuk az egészet, ahogy mondtam, lefestjük szépen, vagy inkább eladjuk a csónakot is, és ugyanis valamennyi pénzt csinálnák rajta. Tehát ahogy mondtam, eddig ahogy eladtam ezt a motort, meg amennyire el tudnám adni a csónakot, még ha nagyon-nagyon olcsóra is adom el, akkor is csináltam volna most már rajta pénzt. Hogyha lefestem, és úgy adom el, mondjuk motorral együtt nem sokkal extrávat csinálnák ugye pénzt rajt, de nem tudom, vagy pedig használjuk inkább a nyáron a Davis-szel meg a feleségemmel. Na ugye, ha meglássuk. Ha gondoljátok, írjátok meg. Szerintetek eladjam úgy, ahogy van, aztán használjuk csak a Jazz-kit, és a feleségem túl sokszor nem hiszem, hogy kijönne velem meg a Davis, de hogyha mégis, akkor a Jazz-kivel nem tudunk kimenni, és jó lenne, hogyha lenne ez a kis csónak. Na mire? A kéket azt hiszem, hogy el fogom adni, és úgy döntöttünk, hogy azt eladjuk, mert rettentő nehéz. Levinni a vízre ugye nehéz letolni, meg felhúzni, főleg most, hogy ott van a Jazz-ki, és nincsen utánfutó. A vízen nem tudom hagyni, mert a víz az följön, lemegy, össze-vissza, tehát mindig útban lenne. Úgy döntöttünk, hogy valószínűleg el fogjuk adni azt a kék hajót, és marad vagy a Jazz-ki, vagy ez a kicsi kis könnyebb. Na minden? Menjünk, mérjünk. Na azt mondja, hogy én leraklak ide titeket, és nem tudok mérni meg kamerázni is egyszerre. Ami nagyon fújott lent a szél, nem tudom, hogy ilyen szeles idő van, és próbálom hogy mindig takarni a mikrofont, de tartani meg, takarni meg, mérni, azt nem fog tudni, úgyhogy addig ide leraklak titeket. Na, látod, ilyen gyors voltam, meg is mérte, itt a mérőszalag. Majdnem fél méteres, egy nagyon picivel kisebb, mint fél méter, ami azt jelenti, hogy rövid lábú megy ide. Legalábbis azt hiszem, hogyha nem, akkor utána kell néznem. Lehet, hogy az, hogy jobb, hogy utána nézek, nehogy véletlen megyek hozzá a motort, és rosszat vettem hozzá, mert nemrég bele ugye a propeller rendesen a vízbe. Na minden, meg fogom nézni, de körülbelül majdnem, hogy fél méter. Hogyha egyáltalán, ugye mondtam, egyáltalán veszünk hozzá a motort, vagy lehet, hogy csak így, ahogy van, eladjuk, vagy lefestem és eladjuk. Úgyhogy most kipaklom a zsebemet, itt van minden a kulcsom, a telefonom, és elmegyek gyorsan, lezuhanyzok, és képzeld el, mi történt. Burítottam a benzint, ugye, főztem másik kannába, egy kicsit aztán magasabbra burítottam, és így fellocsant, és ráment a fejemre, így mindenhova. A kezemre olyan büdös benzin szagom van, pedig én aztán nagyon nem érzek szagokat, főleg most már áltás vagyok, de rettentő büdös vagyok, még a feleségem is mondta, te olyan benzin szagod van. Úgyhogy most elmegyek, és gyorsan lezuhanyzok még egyszer. Készen vagyunk? Davis, mit csinálsz? Ne, játszunk a krémmel, te! Felvesszük a fölsőnket, a cipőnket, rendben van? Aztán megyünk. Közben így lezvanyoztam, meg is borotválkoztam, nem akartam borotválkozni egészen holnap, de gondoltam, meg borotválkozok, el is vágtam magam. Úgyhogy most gyorsan elmegyünk, én és a Davis veszünk valami kőgés, valamit a gyógyszert a feleségemnek. Megnézzük a Lukaszt, bemegyünk a szüleimhez, és valószínűleg jövünk haza. Ma sok érdekes dolgot nem fogunk csinálni. Ameddig ilyen betegek vagyunk, addig sajnos megint ilyen mindennapos videók vannak, tehát addig nem tudunk menni sok helyre, szinte sehova sem, mert valaki mindig beteg. Az elmúlt két hétben mindig valaki beteg volt, komolyan mondom, és már kezdem unni. Meg én sem tudok elmenni, a Jazz-kit sem tudom kivinni. Most már egy jó ideje nem vittem ki a Jazz-kit. Kezd hiányozni. Na mindegy. Mit mondasz? Come on, megyünk, come on. De hol van a fölsőd? Valamit kell fel kellene rakni magadra. Várjál egy kicsit. Au, te, fáj az ujjam. Ez a fájós ujjam. Látod, lejött róla a bőrke. A bőr. Látod, ott te. Na, megvagyunk? Jó vagyunk? Elhelyezkedtünk, úgyhogy tolatunk. A
közben csipogunk. Elmegyünk és... Sííjjaj, leskakamra, sétálunk egyet. És megérkeztünk. Jaj, te. Na merre menjünk? A víznek menjünk, vagy befelé menjünk? Várja, kiengedem. Ugyanis itt álltunk meg, ahogy látjátok, ott a várja, itt a víznél. És oda, ha arra elsétálunk, akkor ott is be lehet menni a bevásárlóba, itt lehet kikötni. Majd egyszer lehet, hogy eljönjünk a jetskivel, kikötünk, aztán bevásárlunk. Nem tudom, hogy a kobrat, hogy teszik a cuccot. Na mire? Gyere, kiengedlek. Ugye megkérdezem a Davis, merre megyünk be, biztos azt mondja, a víz felé. Menjünk arra, nem a víz mellett, ugyanis lementünk, és mit mondott a Davis, az, hogy hideg. Oda. Itt is hideg van még? Na, itt megyünk be oldalt. Rettentően fúj a szél, nagyon hideg volt ott lent a víznél. Úgyhogy azért inkább erre jövünk, nem akarunk jobban megfázni. Ha? Jól vagy? Visszaérkeztünk. Vettünk, mutatom, gyógyszert, ilyen. Hát, hogy ilyen gyógyszert vettünk, ez általában jó. És nem köhögésre, hanem orfolyásra, meg püsszentem a tüsszentésre, ilyenekre. Aztán vettünk, nézzük, vettünk. Ilyet látod, ez olyan, mint a pizza, de nem pizza, hanem van rajta ananász, meg sonka, meg minden. És meglátta Davis. Ő neki kell ilyen, alig nem akart eljönni, még nem vettünk, mondta, nem fogod megenni. Mindegy, nem lehetett ott hagyni, úgyhogy elhoztam. Az a szerencsé, hogy le volt árazva. Kimentünk a boltból, kibontotta, azt mondta, hogy ez nem jó. Mondom, meg se kóstoltadnék te! Nem lehetett vele megkóstoltatni se. Na ugye, jobban nézett ki, gondolom, mint amilyen volt az illata, én nem tudom. De most egy banánt kapott, ugyanis a banánt azt rettentően szereti a Davis. Na minden, majd én megeszem otthon, ugyanis én nem azt, hogy szeretem, de azért megeszem. Hogy a feleségem, mondjuk a Lucas az nagyon szereti. Nem tudom, adom neki, így is megyünk most a szüleimhez. Aztán utána megyünk hozzá! Hozzáérkeztünk, ahogy látjátok. Na, elment megint a sötétbe, közben lement ugye a nap. És nem tudom hallani ilyen hangom, vagy nem, de az orrom még mindig tele van ilyen náthással, vagy náthával. Takonnyal. Lassan meg fogok nem ebédelni, vacsorázni, de még mielőtt megvacsorázok, valamit akarok nektek mutatni. Ugye általában, hogyha megemlítek egy embert, utána mindenkit meg kell, hogy említsék, bár mindenkit nem tudok megemlíteni, mert akkor ugye az egész videó egész héten simásra nem szólna, csak megemlítésekről. Ebben a videóban ugye nem mást említettem meg, mint mutatom. Redcraftot. Ugye mondtam, hogyha gondoljátok, menjetek fel az oldalra, nézzétek meg, ugyanis érdekes videókat csinál. Megtettétek-e vagy nem, nem tudom, ugyanis a videót nem túl régen osztottam meg, de valaki más kérte, hogy nem említeném meg. Kettő okból érdekes, és mondom is, hogy miért. Az egyik ok az azért, csak közben várjál, rákattintok, ugyanis ugyanaz a neve, mint nekem. Tamás Molnár. Molnár Tamás. A másik ok, ami érdekes, ugyanis van neki feltöltése, nem tudom, hogy ő töltötte fel, vagy nem, ugyanis játékokkal játszik, megnéztem az egyiket, zene megy alatta. Ami érdekes az egészben, hogy egyetlen egy feliratkozója nincsen neki. Mutatom. Tehát látod, Tamás Molnár, úgy, ahogy én is, és ez a csatornája, gondoljátok, menjetek fel, nézzétek meg, van neki egy pár videója, hogy néztem inkább ilyen játék videó. Nem tudom, hogy ő játszott, de biztos, hogy ő játszik, mert ő töltötte fel. Tehát miért tölteni fel másnak ugye a videóit? És látod, nézd, nulla feliratkozója van neki. Úgyhogy, ha gondoljátok, nézzétek meg, és aki szereti a játékvideókat, biztos, hogy érdekes. Én nem szoktam játékvideókat nézegetni, a Lucas szokott, majd megmondom neki, hogy nézze rá a csatornájára, és hogyha titeket is érdekel ilyenféle fajta videók is, nézzétek meg. Nulla feliratkozója van, szerintem minimum legalább egy feliratkozót megérdemel, vagy kettőt, úgyhogy én most nem más csinálok, meg mutatom. Nyomunk egy, látod? Feliratkozott. Úgyhogy én vagyok az első feliratkozója. Látod? Feliratkoztam. Aztán tegnap elfelejtettem hova? Feliratkozni a Redcraftra. Oda nézd, látod? Úgyhogy oda is feliratkozunk. Neki 356 van. Nézd. Most már 357. Mert feliratkoztam. Na mindegy, nem változik a számláló, de fel vagyok iratkozva. Úgyhogy ha gondoljátok, nézzétek meg. Ugye néha-néha megemlítek egy pár csatornát. Nem mindig. Nem olyan túl piros, lehet, hogy a fősöm miatt olyan a kamerám, mint olyan túl piros lenni, nem tudom, hogy miért. Lehet, hogy most már le kellene cserélnem ezt a kamerát, ugyanis rettentő régóta megvan. Az LCD-je egy tegomás sérül, amit is sose fogtok látni, ha csak meg nem mutatom a tükörbe. De végül is nem érdemes, mert van rajta egy ilyen védő, tehát le tudom róla szedni, de néha már nem akar, ugye rendesen működik a kamera. Na nézzük, ha úgy többen, hogy valamit nem mutathatok. Ugye, aki nézte múltkori videót, egy pár héttel ezelőtt a feleségem mérges lett rám, mert megmutattam, mi van a hűtőbe. De van uborka, amit fogunk enni,
meg hiszed vagy nem, de más nincs. Ugyanis a feleségem beteg volt, én is beteg voltam, és én mentem a boltba is, hogy én megyek a boltba, sok mindent nem veszünk. Kivéve azokat a dolgokat, ami le van írva a listára, de a feleségem sok mindent megint elfelejtett. Úgyhogy most nem más fogunk ezt szerintem enni. Hoppá, de elsötétültem. De az egyik kedvencemet, ezt a halat, látod? Ezt a borsos, ezt én nagyon szeretem. Jól azt mondja, ezt meg fogjuk most enni. Nem, én fogom most megenni. Nem mi. Úgyhogy ezt a mai videót én itt most lassan befejezem. Kijövök ide, hogy jobban lássatok. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Hú, de kivilágosodtam. Sziasztok!